A Szabadkai Nyári Akadémia amellett, hogy a neves előadók révén sokszínű programot kínál a pedagógusoknak, remek lehetőség a kapcsolatépítésre és a tapasztalatcserére is hangzott el az eseményen. Sokadszorra vagyok itt az akadémián, ez a nyár fénypontja nálam. Itt feltöltődünk, tanulunk, barátkozunk, találkozunk ismerősökkel, újakat ismerünk meg. Mindig azt nézik, hogy mi a legjobb a gyereknek, ezt kimondják felénk, mi ebből levonjuk a tanulságot, tudunk belőle tanulni, és legjobbat adjuk így a gyerekeknek. A nyári akadémia célja, hogy emelje a magyar nyelvű oktatás színvonalát Vajdaságban. A folyamatos változások miatt a pedagógusok számos kihívással állnak szemben, és az akadémián bővíthetik szakmai ismereteiket, aminek segítségével könnyebben vehetik az akadályokat, nyilatkozta Denegri Ibolya, az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke. A mai generáció már nagyon megváltozott, mások a diákok és a tanítóknak, a tanároknak illeszkedniük kell a mai generációhoz. Sokszínű oktatás címet visel idén az akadémia. Úgy gondoljuk, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie, ahhoz, hogy a diákokat motiválja, ahhoz, hogy az érdeklődésüket felkeltse, és ehhez adunk segítséget. Tehát számos előadás zajlik majd a 6 szakcsoportba. Közel 3 évtizedes eseményen lehetünk itt jelen, aminek hagyománya van, aminek öröksége van, és amiért mindannyian felelünk. És ennek legfőbb célja az, hogy megismertessük az itt dolgozó pedagógusokkal azokat az innovációkat, amelyeket ők fel tudnak használni, hogy egyben tartsuk őket, hogy közösségi élményt kapjanak, és az aktuális kérdésekről egyeztessünk, és közös irányokat és célokat jelöljünk ki. Az óvodapedagógusok, osztálytanítók, általános és középiskolai tanárok az idén is változatos előadásokat hallhatnak a szakcsoportokon belül. A 28. Szabadkai Nyári Akadémia csütörtökön tanulmányúttal zárul.